Szeretettel köszöntöm Pilinszky János fényképeit bemutató kiállításunk megnyitójának vendégeit. A tárlat a Műcsarnok és a Kertész Imre Intézet együttműködésében jött létre. Tisztelettel köszöntöm Szabó Tamást, az intézet programigazgatóját, valamint a kiállítást megnyitó Keserű Katalin művészettörténészt. Köszönetet mondok a kiállítás kurátorának, Gulyás Miklós fotográfusnak, a MOMED docensének, Szerdahelyi Júlia kurátorasszisztensnek és Stefanics Istvánnak a tárlat látványáért. Végül megköszönöm mindkét intézmény minden munkatársának a kiállítás létrehozásában végzett munkáját. Számomra Pilinszky képei jóval többet jelentenek, mint költői vallomások vagy képes naplók, a lényegre törnek, kint és bent problémájáról szólnak, nem csak az alkotás lélektan léptékében, de még inkább a valós társadalmi térben. Pilinszkyt idézem az 1920-as és 1960-as évekről. Előbb a nagynénye alapította Szervita, a leány nevelő rendházról írott sorait idézem. A lányok időnként lázongtak, de végül az egész egység lett. Ha kikerültek onnét, nyilván a mesterségüket folytatták, de vasárnaponta eljöttek, érkezésüket az egész zárda várta, meséltek a filmekről, ruhákról, mindarról, ami a városban, az életben kívül történt. Kint és bent konfliktusának szép feloldásáról szólnak az apácás fotók. A magány vágyott harmóniáját közvetítik. Pilinszky másik kinti-benti fotótémája az utazások. Újra Pilinszkyt idézem, szabad és előítéletmentes ifjúság. Ezért rendkívül érzékeny, ami még nem jelent tehetséget, de elengedhetetlen feltétele annak. A Trafalgar tér és más nyugati városok fiataljainak fotója az 1960-as évek Magyarországán beszédes kritikák a benti viszonyokról. Máig aktuális, hiteles ez a költői ember szeretetéről beszélő benti Pilinszky képi program. A Pilinszky 100 program sorozatot az a vezérelv határozta meg elsősorban, ami Pilinszky János személyiségét igyekezett bemutatni, hiszen őrel leginkább úgy emlékezünk, mint költő, prózai és lírai szövegeit ismerjük, ez az elsődleges, ami eszünkbe jut Pilinszky Jánosról, de ez a mostani kiállítás is egy nagyon jó bizonyíték arra, hogy ő nem csak egy költő volt, nem csak egy prózaíró, hanem fotókat is készített, de érdekelte a zene, érdekelte a képzőművészet, és még filmtervei is voltak. Olyan fotók kerülnek bemutatásra, amik ilyen formában korábban még sosem voltak láthatóak. A Kertész Imre Intézet és a Műcsarnok is nagyon büszke lehet arra az eredményre, amit most itt közösen sikerült elérni. Szeretném kiemelni Gulyás Miklós munkáját, illetve a Műcsarnok és természetesen a Kertész Imre Intézet teljes stábjának is szeretném megköszönni. Remélem, hogy lesz még mód hasonló együttműködésre, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Tisztelettel köszöntöm az igazgató urakat, köszöntöm a Pilinszky családjának a tagjait, Kovács Péter és Kowalowski Márta művészettörténészeket, és köszöntök mindenkit, akit a kiállítás ide csalt, a kiállítás híre ide csalt. Ha beszélünk Pilinszky költői képeiről, amelyek látomások, egyszerre a múltról és jövőről, filmszerű látással is jellemezve ezeknek az elkülönített részeknek az egységét, például a közel és a távol közti ugrálással, és ha nézzük kötődéseit a képzőművészethez, a képek általa kimutatott kettősségeihez, melyekkel a megjelenő kép kozmikus egészé tágulhat, lehet, hogy az első világháború közben és után kialakult metafizikai festészet ismeretéből ered. Pilinszky fotói, habár képek, a talált tárgyak körébe tartoznak. Annak az életvalóságnak a képei, mely a múltat örökké valóvá tevő költői periódus után egy új képiség vagy poétika kiinduló pontja lehetett. Gulyás Miklós fotográfus, a kiállítás kurátora szerint Pilinszky fotós korszaka egybeesik külföldi utazásainak időszakával,
vagy talán abból következik. A fotó a felfedezés és megőrzés eszközeként működött nála. Nemes Nagy Ágnes azt írta, hogy költészete csupa fény és árnyék, mint egy fénykép. De míg versei a puszta lényeg éles körvonalaival jelennek meg, a fénykép nem ilyen. Hogy mi a lényeg, azt a fotográfus dönti el, de kétség kívül a fényképezőgépet tartó ember is választ, és nem véletlenül választ a látványok közül. Franciaországban, Párizsban is középkori emlékek, építészeti emlékek, ezek a képek épp olyan pontosak, noha csak találtárgyak, csak nem szóban megfogalmazottak, mint Pilinszky versei vagy költészete, és elképzelhető, hogy ezek a fotók benne éltek, vele éltek, és benne éltek a műveiben.